tehát a testület határozat képes, hogy ülést megnyitott. 21 képviselő jelen, így határozatképes volt a város novemberi közgyűlése. 17 előterjesztés várt a testületre, köztük néhány egészen érdekes téma. Az áramszolgáltató például éves tevékenységéről számolt be az ülésen, ez pedig általában sok kérdést szokott felvetni a díszteremben. Az EON illetékese arról beszélt beszámolójában, hogy a társaság 2018-ban 1 milliárd forintot költött fejlesztésekre csak Győr város területén. A teljes üzemi költségkerületünkről Győr városára több mint 1 milliárd forintot fordítottunk beruházásra. Ezek beruházási felújítás és saját fejlesztési munkákat értünk ide, illetve legnagyobb részben túlfogyasztói kielégítésén célzó hálózatfejlesztéseket, mert Győr városban ez a legnagyobb kihívásunk, hogy természetesen öröm is, de rengeteg túlfogyasztóval így a hálózatunkat nagyon nagy ütemben kell fejlesztenünk. Kiemelt projektek közül érdemes megemlíteni a ipari park Tatajuktó délelső részének ellátása a szükséges hálózatbővítést. Három kérdés és semmi vita, ezúttal gyorsan elfogadta a testület az EON beszámolóját, majd az önkormányzati beruházások jelenlegi helyzetéről szóló napirendre még gyorsabban, hozzászólás és kérdés nélkül egyhangulag bolintottak rá a képviselők. Mint ahogy gyorsan pörögtek a további napirendek is a közgyűlésen, ami mindössze 36 percig tartott. Idén utoljára december 20-án ül majd össze a testület, amikor szokás szerint közmeghallgatást is tartanak a városházán. Köszönöm a képviselőt.